Az EDIREM a miniszterelnök vezette abszolút többséggel kormányzó szocialista párt megszavazta az Albán elnök elleni felelősségre vonási eljárást. A 140 fős parlament rendkívüli ülésén 104-en szavaztak a köztársasági elnök elmozdítása mellett. Az alkotmány megsértésével vádolják, mert a szocialisták szerint az elnök nem volt pártatlan az áprilisi parlamenti választások során. Az elnök megalázta az Albán köztársaság alkotmányát. Ilir Meta megsemmisítette a Nemzeti Egység biztosításának intézményét. Ilir Meta megsértette a hatalommegosztás etikai határát a parlamenti demokráciánkban, mondta a kormányfő. Ilir Meta bemocskolta Albánia képét a nemzetközi demokratikus közösséggel fenntartott kapcsolataiban. A jóres szimbolikus hatalommal bíró elnök többször került szembe EDIREM a szocialista kormányával. Jogszabályokat vétózott meg, illetve akadályozta miniszterek kinevezését. Az ellentét az áprilisi választások alatt lett tapintható, amikor az elnök azzal vádolta meg a kormányfőt, hogy kleptokratikus rezsimet vezetett. A törvényhozási, közigazgatási és igazságszolgáltatási hatalmat a saját kezében tartotta. Ezután a harmadszorra is megválasztott miniszterelnök vezette parlamenti vizsgálat úgy ítélte meg, hogy a köztársasági elnök bűnös az alkotmány megsértésében. A vitában a végső szót az Albán Alkotmánybíróság mondja majd ki.